Az állásbőrzén került sor az STE Alma Mater díjátadó ünnepségére, mely szintén több éves hagyományra tekint vissza. Az Alma Mater díj a hallgatók és a cégek közötti kapcsolatok kialakításában és megerősítésében játszik fontos szerepet. A Szegedi Tudományegyetem öregdiák szervezete éppen ezért olyan cégeket jutalmaz a díjjal, amelyek szoros kapcsolatot ápolnak az egyetemmel. Azokat a cégeket díjazza vele, akik jó kapcsolatot ápolnak az egyetemmel, nagyon sok hallgatónk dolgozik náluk. 8 éves kezdeményezésünk az STE Alma Mater díj, amely Alma Mater díj az egyetem presztízs díja. Ez azt jelenti, hogy ebben a díjban fut össze a múlt, jelen és a jövő, hiszen ez a díj garantálja és szimbolizálja az elhivatottságot, az elkötelezettséget és a partnerek közötti jövőbeni együttműködés iránti elhivatottságot egyaránt. . 2013-ban a partnerek közül 10 cég felelt meg a pályázati feltételeknek, ők vehettek részt az STE Alma Mater díj elnyeréséért folyó versenyben. Ezen cégek közül az idei díjazott a Bonafarm csoport 2 regionálisan meghatározó vállalata, a Szólemizó és a PIK Szeged ZRT lettek, akik nagyon intenzív, hosszú évekre visszanyúló egyetemi kapcsolatokkal rendelkeznek. A pályázati feltételek sokrétűek. Ma már egy konkrét pályázati eljárás során lehet ezt az Alma Mater díjat elnyerni, ez is jelzi az együttműködés sokszínűségét. Ez az együttműködés irányulhat gyakornokok fogadására, egyetemen végzett, a Szegedi Tudományegyetemen végzett hallgatók fogadására, együttműködési szerződések fennállására, szakmai partneri támogatásokra. Ezen pontozási rendszer alapján alakul ki a végső díjazott személye. Ez a cégcsoport hosszú évek óta különböző rendezvényeit támogatja az egyetemnek, ahogy rektorhelyettes úr megnyitójában is elhangzott, 133 nálunk az egyetemen végzett munkavállalóval rendelkezik. Azt látni kell, hogy a munkavállalók zöme ugye a cégcsoportnak a profilja alapján a mérnökkarról kerül ki, illetve ezen túlmenően is ösztöndíjrendszert alakított ki a gyakornoki programban résztvevő hallgatók mellett. Nagy örömmel vettünk részt a pályázaton, most először, és ugye a Bonafarm csoport színeiben így együtt a PIK Szeged ZRT és a Szólemizó ZRT-vel akartuk megpályázni. Nem akartunk ugye a csoporton belül egymással versenyezni ezért a díjért, de nagy öröm ez nekünk is, úgy gondolom alátámasztja az eddigi munkánkat. Elsődleges fókuszunk a mérnöki kar, de nem akarok senkit elriasztani, aki nem a mérnöki karon végez, hiszen az élelmiszermérnökökön túl számos más végzettségű, itt végzett kollégánk is van, akár közgazdászok, informatikusok, gépészmérnökök, vegyészek, tehát sok területen dolgoznak. We'll be right back.